Sikeres időszakot tudhat maga mögött nyírbéltek. Az elmúlt években kiépült a szennyvízhálózat, megújult az egészségház, és térfigyelő kamerarendszert is kialakítottak a településen. Csütörtökön pedig átadtak egy új, a 21. század modell berendezéseivel és fejlett légtechnikájával felszerelt konyhát és ebédlőt a nyírbélteki Gyöngyszemóvodában. A forrás nagy részét a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-os pályázatán nyerte el az intézmény. 95%-os állami támogatásból valósult meg, 5% önerőt igényelt. Az önkormányzati testület nagyon szárnyai alá vette ezt a pályázatot, mert szükségünk volt egy új konyha, illetve az óvodának, a régi óvodának a felújítására. Most van nekünk egy új óvodánk, amelyik működik, de a régi óvoda az a 70-es években már óvodaként funkcionált. Korábban azt hiszem orvosi rendelő, illetve szolgálati lakás volt. Visszatérve a pályázata, tehát 5% önerőt igényelt, így összességében 42 millió forintból valósult meg a pályázat. A jövőben 9 sikeres pályázat révén több mint 700 millió forintnyi fejlesztés érkezett, illetve érkezik a közeljövőben nyírbéltekre. A terület és településfejlesztési operatív program segítségével mezőgazdasági terménytároló csarnok épül 235 millió forintból, egy 111 millió forintos pályázatból pedig egy úgynevezett nyírbélteki ökoturisztikai látogatóközpontot is kialakítanak. Ezen túl 189 millió forintot fordíthat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az idősek otthona és az általános iskola energetikai korszerűsítésére, tette hozzá Simon Miklós az átadáson. 800 millió forint 9 pályázatba az, amit az önkormányzatnak és a helyi közösségeknek az elkövetkezendő 2 évben meg kell valósítani. És emellett még van egy régi álom megvalósulása is. Hála Istennek abban is megtettük az első lépést. Nyírbélteknek fontos problémája volt a GANZ telepnek a rendbetétele. A GANZ mérőműszergyár budapesti központi gyárnak egy alegysége működött itt még a szocializmusban, és az épületek eléggé le vannak amortizálódva, és sikerült egy nyírbogáti vállalkozónak több 100 millió forintot nyerni. Pontosan 831 millió forintos összköltséggel a GANZ telephely megújításának köszönhetően egy mikrokohó üzem működik majd a településen, ezzel számos új munkahelyet biztosítanak a településen élőknek.